Több mint 1 milliárd forintos kiesést okozhatott a szállodáknak az ítéletidő miatti bevételkiesés. A hotelek maguk dönthetnek arról, hogy visszaadják-e az előzetes foglalásra befizetett összegeket. A Szállodaszövetség a visszafizetést javasolja a tagjainak. Felismerhetetlenségig összeroncsolódott autók, orkán erejű szélben és hóban dolgozó tűzoltók. Így nézett ki csütörtök délután a Szabadbattyánnál történt tömegbaleset után az M7-es autópálya. Feleségemet nagyon rövid időn belül elvitte mentő, engem pedig egy későbbi időpontba a súlyosabb betegek elszállítása után. Tóth Géza és felesége is szegcsontörést szenvedett az ütközésben. Totálkáros autójukat itt a Fejér megyei rendőrkapitányság telephelyén vehette át. A roncsoknak az elszállítását a Fejér megyei rendőrfőkapitányság végezte a saját költségén, és maga az őrzés is itt folyamatos volt a telephelyen, azonban innentől kezdve már a tulajdonosoknak a feladata és a költsége az, hogy innen elszállításra kerüljenek ezek. A biztosítók becslése szerint országszerte több mint 1000 autóban keletkezett valamilyen kár a márciusi ítéletidőben. A tömegbalesetek körülményeit egy operatív csoport fogja kivizsgálni. Itt valóban nagyon bonyolult rekonstruálni azt a helyzetet utólag, ami ott történt, és ott azokat a felelősségi jogalapokat tisztázni, amelyek alapján az egyes biztosítók majd fizetnek. Lakáskárokkal összefüggésben 2200 darab bejelentést kaptunk eddig. A viharban sok háztető szerkezete sérült meg, de a napokig tartó áramkimaradás miatt is komoly kárigényeket jelentettek már. Általában az áramszolgáltatóktól szoktunk kérni ilyenkor igazolást, hogy az ügyfeleknek ilyen igazolást kéne becsatolnia, de ezekben az esetekben most ettől eltekintünk, ezzel is szeretnénk gyorsítani a kárrendezést. A hosszú hétvégén sokan pihentek volna valamelyik hazai szállodában. Akik az időjárás miatt nem tudtak elmenni, de előre fizettek, visszakapják pénzüket. Az a javaslat a tagjaink felé, hogy tekintettel a helyzetre, a rendkívüli körülményekre mindenképpen adják vissza a pénzt, és azt hallom és úgy tudom, hogy ezt a szállodák meg is teszik. A Magyar Szállodaszövetség becslése szerint az ítéletidő 1-2 milliárd forint bevétel kiesést okozott a szállodáknak.